Hamarosan véget ér a rangos nemzetközi versenyek időszaka, így a Tatabányai Sportklub egy sajtótájékoztató részeként számolt be az elmúlt hónapok sikereiről. Az idei szezonban 14 olyan sportolóval büszkélkedhetnek, akik már nem csak hazai, hanem világszinten is előre törnek a ranglétrán. Igen, ugye a klub elnökségi, illetve a munkatársaival gondolkodtunk azon, hogy a nyár folyamán jöttek a jobbnál jobb eredmények, szebbnél szebb dicsőségek, köszönteni kellene a sportolókat és az edzőiket, és aztán azt gondoltuk, hogy rendhagyó módon ezt ünnepeljük meg egybe. Ugye a nagy Tatabányai Sportklub, mint egy nagy család jöjjünk össze, és azt a 14 sportolót és felkészítő edzőiket lássuk vendégül, illetve hát bocsássuk őket a sajtó rendelkezésére, akik az elmúlt nyáron különböző sportágakban világversenyre jutottak, illetve ott helyezést, érmet, netalántán bajnoki címet szereztek. Úgyhogy ez a mai napnak ez a küldetése. Remélem, hogy ez hagyományteremtő lesz. Most körülbelül 50-en vagyunk a teremben, reméljük, hogy egy-két év múlva ez a terem kicsi lesz. Az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt Rózsahegyi Bori nyújtotta, aki európai ifjúsági olimpiai bajnoki címet szerzett távolugrásban. A fiatal lány a második helyezettől 17 cm-rel ugrott nagyobbat, így méltó helye van a legjobbak között. Idén megnyertem a 16. nyári európai ifjúsági olimpiát, illetve országos bajnok vagyok, és országos csúszható is, távolugrásban, meg ötösugrásban is. A felkészülés nem ment a legkönnyebben, voltak ilyen kisebb sérüléseim is, de szerencsére nem akadályoztak nagyon a felkészülésemet. Próbáltunk úgy készülni, mint ahogy a világversenyek vannak, tehát úgy versenyeztem, meg néhány edzést úgy is alakítottunk, úgy melegítettem, mintha a versenyre kéne melegítenem. Most hétvégén lesz az országos bajnokságunk, ahol indulok három számban is, ötösugrásban, 100 méteren és távolugrásban is. Remélem, hogy mind a három számban sikerül olyan eredményt elérnem, amivel elégedett is vagyok. És jövőre lesz, azt hiszem, junior EB, illetve még egy EIOF, és arra is nagyon szeretnék még egyszer kijutni. A sportolók teljesítménye kiemelkedő volt az idei szezonban, így a klub vezetősége reméli, hogy a sajtótájékoztatóból egyfajta hagyományt teremthet, ahol egyre több fiatal tehetség sikereiről számolhatnak be a jövőben.